és hölgyeim és urai, tisztelt vendégeim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket mai ünnepikreinketi programunkon. Észrevették, már megérkezett hozzánk várovált vendégünk. Kérem, köszöntsék egy nagy tapsal Nádas Tiborral. És egy picit hivatalosabb formája is legyen a dolgnak, meg kérem polgármesterünket, dr. Görgény Erzsébet, hogy ő is köszöntse vendégünket. Engedje meg, hogy illő tisztelettel és nagy szeretettel köszöntsem Önt Gyula város polgárai nevében, megköszönve egyben, hogy elfogadta a meghívást, hogy együtt lehetünk, és egyben, mint egy otthon is köszöntöm Önt, hiszen ahogy az iménti beszélgetésből, amit egymással folytattunk, kiderült, Wenckheim rokona grófnő, így aztán családi értelemben is kötődik városunkhoz, éppen itt volt az ideje egy ilyen találkozásnak. Hogy ne feledkezzünk meg a másik vendégtől, aki elvállalta a mai házigazda szerepet, nagy segítségünkre lesz ebben Szőnyi Ferencről, akit szerintem nem is kell mutatni neked, kérem közönségből is egyben. Ugye azt mondtam, hogy nem kellett bemutatni, hiszen az elmúlt esztendő szeptemberében volt nálunk, akkor költőként mutatkozott be, kötetéről beszélgettünk, de hát azt akkoriban én elmondtam Önöknek, hogy ő diplomáciai múlttal is rendelkezik Kolumbiából, Argentínából, mi elsősorban akkor az irodalmi életőjét, az irodalmi munkásságáról hallgattuk őt, most változott a helyzet és ő fog kérdezni majd. De visszatérve erre a tavaly szeptemberi dátumra, éppen amikor bent ültünk az irodalmon és készültünk arra az este, akkor jegyezte meg Szőnyi úr, hogy milyen furcsa, hogy egy kedves barátja, nagyon kedves barátja éppen akkor Békés Csabán tartózkodik, és egy picit fáj is neki, hogy nem tudott menni azon a könyvbemutatón. Gróf Nádas Tiborral, ugyanis akkor éppen Békés Csabán volt egy könyvbemutatón. Hát a sors keze talán, de aztán talán az is a sors keze volt, hogy januárban fölvettük egymással olyan kapcsolatot, illetve Szőnyi úr megkeresett, fölvetette annak a lehetőségét, hogy mi lenne, hogyha eljönnének úgy kideketten hozzánk. Olyannyira, hogy februárban ez volt az első program, amelyet az idei ünnepi könyvét program sorában rögzítettünk, ezt a mai 9-ei dátumot, ehhez igazítottunk tényleg minden más programot. Ezt ennyire fontosnak is éreztük. Picit előre tekintve a jövőbe, zárójeles bekezdésben azt tegyem ezt hozzá, hogy ősszel lesz majd egy olyan programunk, amely egy könyvbemutató lesz szintén. A könyv Berta János munkája, az a cím, hogy Fúgó hátul nyomába. Így még nem áll össze szerintem az a kép, de talán Grófnő már jobban tud asszociálni mindenre, hogyha említem azt, hogy ez a Hugo Hartung azt írt egy könyvet, amelynek a címe Ich denke oftan Piroska. És bizony első időszakában, amikor el kellett vadni az országot, Bécsben színi iskolába járt és készült egy szerepre, hozzáteszem, én a mai napig nem tudom, hogy aztán ez a szerep megtörtént, akkor a színdarabot előadták, de ennek a színdarabnak a bemutatójára készült, amely színdarab egyébként, illetve amely mű óriási érdeklődés általában övezve külföldön, elsősorban Németországban, de sok helyen máshol is ismerik. Nagyon késő jelent meg egy magyar fordítása, mert nem is lehet ehhez hozzájutni. Na, ehhez a kötethez fog kapcsolni majd az őszi programon, de itt az állagyakra az elmen. Visszatérnék azonban arra az időszakra, amikor Grófnőnek el kellett hagyni a Magyarországot, és remélem, hogy nagyon sok mindent meg fogunk majd tönni ennek az előzményéről, az okairól, mindarról, amit a könyvekben ugyan leírt, de talán élő szóban másként hangoznak majd, és engedjék meg egy rövid részletet is felolvassam. Ez az Úton útfélen című kötetében van, és engem nagyon megfogott ez a két-három sor. A befogadó országban, ahol sok szép, de kinkeserves év jutott osztály részemül, ahol sokszor hosszú távlét után mégis visszavágyom, mert itt alapítottam családot. Pedig az itteni ember soha nem értette meg, honnan jöttem, és ki vagyok tulajdonképpen. Innen hazamegyek, onnan ide visszajövök, ami nagy különbség. Kérem, fogadják, hogy szeretettel és hallgassuk el, és emelni. Igen, hát csak ugyan tavaly nagy bánatomra egyszerre volt
olvasó találkozó könyvbemutató, nem tudom minek nevezzem, úgyhogy nem tudtam ott lenni, azt már nem sajnálom, illetve nem emlegetem külön, hogy szegény oldalon nem tudott itt lenni az enyémön, mert a Budapestén természetesen ott volt. Hát egészen elképesztő pillanat ez számomra, aki annak idején 8-9 évesen itt a Városház utca 26-ban először olvastam ámulattal Nádasdy Ferencről a Fekete Bégről. És akkor, ha valami kis manó elárulta volna, hogy mindegy hány évvel később, egyenes ági leszármazottjával a Városház utca 13-ban nem csak találkozható, hanem beszélgetetek is, akkor vagy nem hittem volna neki, vagy rettenetesen boldog lettem volna. Minden esetre most az vagyok, hogy itt lehetünk és beszélgethetünk, de mindjárt hadd, nem is tudom, hogy kérdezzem, vagy valamit úgy felvetnék, mert Borbálának a sorsa nagyon konkrétan és nagyon plasztikusan példázza azt a dilemmát, amiben a Vergilius korában az emberek a két felfogás között ingadoztak. Temisztoklész Athénjában az emberek a hazát az emberekben látták, akik a hazát magukkal vitték mindenhová, az idegenbe, az emigrációba is. A rómaiak számára a haza oldhatatlanul egy volt a rög a talaj fogalmával. Na most, hát most te jössz. Te számodra. Rög és lélek. Rög és lélek. Nekem is, de... Csak hogy meghatva, megköszönjem ezt a fogadtatást, Gyula városa, aki engem így fogad, és ennyi az érdeklődő, ez megint egy olyan dolog, hogy itt a lelkem itt van, és hát itt a rög is, mert ez a történelmi város itt befogad, vagy elfogad, és beszélhetek arról, amit írtam, miről kérdeznek, és ez egy nagy dolog. Mindig, ha valaha meghívnak, úgy érzem, hogy el kell menni. Mert egy könyvet elolvasni, az egy jó dolog, az ember pihenés közben, vagy este nem tud aludni, vagy vasárnap, vagy így és úgy el tudja olvasni. Meghallgatni valakit, aki ezeket a sorokat írta, azt hiszem az is érdekes. Persze nem lehet mindenhova elmenni, minden orvoshoz elmenni, de azért én ezt mindig elvállalom, mert azt tartom, hogy én nem vagyok egy olyan író, akit engem, vagyis akit olvasnak, aki már egy klasszikus író, majd leszek. De egyelőre nekem erről be kell számolni. És be kell számolnom arról is, hogy mi volt, hogy mit gondolok a mai világról, és mire kell számítani. Hogy mire kell számítani, hogy a fiataloknak, hogy az idősek, hogy a felelőseknek, azok az emberi lények, akik felelősek saját magukért, ugye, mert a remény bennünkért, aztán a családjukért, a házastársukért, gyerekeikért, unokáikért, vagy csak saját magukért, egyéni felelősséggel. És ez nagyon fontos, hogy az ember ezt kapcsolattal elmondja, szembenézni az emberekkel, és azért is hát nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, mert hát ugye ez egészen kelet felé van már, utána már csak ugye a határ van, ahol azelőtt, 23 évvel ezelőtt jöttem a franciákkal, mert franciákat vittem Erdélybe, hogy megtudják, hogy ott is magyarok élnek. És ott is helybe vittem őket, mert ez nagyon fontos volt, mert az ember csak elmeséli, akkor azt mondja, hogy szép, de az talán nem úgy van. De a helyben meglátja a szokásaikat, az ottani embernek, akkor el is hiszi, és
hallgatja a nyelvet. És akkor ez egy olyan út volt, hogy nagyon sok időt kellett határon várni, és akkor itt 16 órát vártunk, azért is emlékszem a szívbelevésre, mert a határon ugye 16 órát várni. Igaz, hogy odafelé 21-et vártunk, úgyhogy ez már egy egész működött. És akkor láttam, hogy Gyula, és a színház, tehát ez nagyon érdekes volt. Egy dologra szeretnék válaszolni, Hugo Artunggal kapcsolatban. Ha nem unják, de nem fogják unni, mert ez egy dolog, ami most aztán jövő héten lesz, vagy télen lesz, lelőadás össze. Hugo Artung megírta, Istenke a Piroska, én sokat gondolok Piroskára, nevezett művét, amit megfilmesítettek először, és Lizaletta Pulver nevezetű svájci színésznő játszotta, elég nagy sikerrel, bár egy kicsit olyan, hát paprika, gulyás, kukorica, dolog, de azért egész kedves volt. Én viszont Bécsbe, a színházba játszottam azt a szerepet, aminek elég nagy sikere volt, bár hát ugye magyar akcentus, és kedves, és így is úgy, és ott volt az, hogy ott kellett énekelni, hogy knöpfjen, zirbe, knöpfjen, gombocska, együtt kicsi gombocska, és hát az a közönséget szerette. Én nem nagyon szerettem, mert valahogy úgy éreztem, hogy nem azért, mert nem jó szerep, biztos jó szerep, de ott is az volt, hogy hát azért a magyarok azért mégiscsak ugye, ahogy mondtam, gulyás, paprika, méhen, hogy milyen temperamentum. Ott volt az, hogy az a német fiók ide látogat a szerepével, nem tudja kimondani ezeket a magyar városneveket, és azt mondta mindig, hogy Hódmezővásárhely utasi puszta, ugye ezt nem tudta kimondani, és ezt kellett nekem megtanítani. De ez egy ilyen színdarab volt. Azon kívül Hugo Artung írt, egész biztosan jó színdarabokat, csak ez milyen érdekes, hogy nincsenek véletlenek, hogy pont most erről beszéltünk, hogy hát erről lesz szó, azt hiszem össze, és Hugo Artung, hát egy osztrák író volt. Ezt a szerepet pedig egy magyar tavasz játszotta el, ugye? De hát ez megint egy olyan dolog, hogy amikor Bécsbe kértem, akkor nem tudtam németül, és ez a filmkarrier meg ilyesmi azért elég gyorsan rám szakadt, ami nekem nagyon örültem, és nagyon érdekes volt, csak hát mindig kérdezték, hogy én honnan jövök és ki vagyok. És akkor mondom, hogy én azt szerettem volna mondani, hogy egy magyar menekült, ami ugye flüchtlinget jelent németül, és ungarische Flüchtling, de én azt mondtam, hogy én egy ungarische Frühling vagyok, ami tavaszt jelent. Ezt nagyon szerették, és nevettek rajta, és mondom, hogy nevetnek ezeket én, de hát ahogy az akkori képeket az ember nézte, akkor tényleg egy magyar tavasz voltam. De mennyire? Te nem is tudsz róla, hogy bár biztos ismerted, hallottál róla, mert talán személyesen is ismerted, egy Figl nevű osztrák külügyminiszter. Nem ismerős? Figl, nem tudom a keresztnevét. Nemrég hallottam egy félig osztrák úrtól, hogy Nádasdy Borbála, azt mondja, a Figl külügyminiszter azt mondta még a 60-as években is, hogy ő érte még védkeztem is volna. Azt hittem, hogy egy püspök volt, mert csak külügyminiszter. Csak hát, az. Védkezik, az nem olyan nagy baj, az már más. Na, szóval ez nem ismertem az urat. Nem ismertem. Ő viszont ismert téged, ezek szerint, vagy látott a színpadon, vagy látott a filmvásznon, vagy ki tudja, hogy hol látott, minden esetre el volt tőled ragadtatva. Nagyon szépen köszönöm. Én még hol voltam. Hát, 60-as évek, igen. Hát, kérem szépen. Igen, szóval, ami azért nagyon fontos, és hát nem tudom, hogy kezdjük, te hogy akarod, de a közönség mire kíváncsi? Tulajdonképpen az életút, ahogy hirdetve is van, ugye egy hiteles női út, remélem, hogy az is, mert hát most valahogy, mondjam már? Mondjad. Egy hónapja véglegesen hazaköltöztünk. Kérem már. A
Ami hát azt jelenti, hogy 60 év után, majdnem 60, 56 év után visszaköltöztünk Magyarországra, itt Veszprémbe, és hát a mencshelyi kis birtokunkon fogunk gazdálkodni, szőlő van ott, stb. Tehát Veszprémbe télen, az város, amit nagyon szeretünk, sok barátunk van, és hát itt próbáljuk, vagyis én is próbálom az embereket biztatni arra, mert úgy érzem, hogy itt szükség van. Talán ez beképzelt, vagy egy kicsit nagy kép, de nem gondolom, mert ahogy önöket itt látom, az érdeklődés van, és fiatalokat is látok, sőt, járok gimnáziumokba is beszélni arról, hogy mi volt, hogy miket éltem át. Ez a gazdag életút, ami mögöttem van, ez engem arra biztat, hogy itthon most erről beszámoljuk. És hát ugye az egészségem megvan hozzá, de azért így van. A remény él bennem, hogy meg is hallgatják, és tudják éltetni ezt saját magukból, hogy ez egy hatással lesz arra, hogy a mindennapokban lehet használni. És ami nagyon fontos, és amit nagyon vallok, és mindig is vallottam, hogy nagyon fontos az, hogy megmaradjunk. Hát ugye itt volt Mohács, azt mondják, nekünk az kell, hát kinek. De nagyon fontos az, és mi ennek a titka, vagyis az egyik titka, az az, hogy megtartsuk a nyelvünket. Megtartsuk a nyelvünket. Én azt tudom, hogy mikor én a Franciaországban egyedül maradtam Párizsban, és nagyon nehéz évek töltöttem ott, fel kellett nevelni a kisfiamat egyedül egy ideig, és talán nehéz volt. És akkor ugye hát franciát megtanultam, francia emberrel dolgoztam, ezt-azt, amit így meg tudjak élni. De ami megtartott bennem a lelket, és hogy talpra tudtam állni, az a magyar irodalom volt. Ez azt jelenti, hogy akkor már Párizsban voltak ezek a magyar szervezetek, mert a követségre nem mehettünk be, a magyar intézetben nem mehettünk be, mert hogy emigránsok voltunk. Kicsit háborús bűnösök, ugye az 56-os menekültek az alá, nem? És akkor voltak ezek a Balaton szervezetek, aki régi könyveket árult, vagy ott helyben lehetett olvasni. És akkor mindig kivettem ezek a könyveket, és amikor időm volt, vagy el voltam keseredve, akkor egy Arany Jánost, egy János Vitézt, egy Egri Csillagokat olvastam, mert ezt a kisfiamnak is felolvastam, és ez tartotta bennem a lelket. Tehát a nyelvét tartotta, azok az irodalmárok, azok az emberek, akik ezt a gyönyörű nyelvet úgy művelték, mint most Szőnyi Ferenc például, és ez egy nagyon nagy megtartó erő. És ezért is mondom mindig azt, hogyha én 56 év után így beszélek magyarul, az azt jelenti, hogy valami ereje ennek a nyelvnek van, és az, hogy ezt még át tudom így adni, és mindenki megérte. Nem? Sőt, én még viccelni is tudok ebben. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. És ezért is az a költözés, ami nem ment olyan egyszerű. Nekem ott van, ahogy olvasva volt, az az úton, útfélen, a tavaly jelent meg könyvemben, és akkor a elhatározás még nem született úgy meg, hogy haza költözünk, hát egy férjünk francia, ő nem beszél magyarul, érte egy kicsit, de hát őnek is kellett az, hogy elhatározza, hogy ide költözik, mert ő nagyon szereti Magyarországot, a magyarokat, és most ebben a világban, amikor annyi támadás ér bennünk a külföldön, és a franciáktól, ennek folyton védekezni kell, legalábbis nekem, ami nekem már nagyon elegem volt, de ő, mint franciás csinálta, és megmagyarázta nagy türelemmel, hogy azért az nem úgy van, hogy ez a közép-európai nép, ez egy igenis ezer éves nép, és talán több is, aki létezik, és megmarad, és nyitott, és van egy műveltség, egy kultúrája. És akkor azt mondtuk, hogy ne védekezzünk, hanem építkezzünk, és menjünk haza. Azért nem könnyű, mert a család ott volt. Ott van a gyerekeink, ott vannak, az unokáink ott vannak, de aztán
mert ők is a saját életüket befolyásolják, a szülők, a unokáikat, és ebben azért tudunk segíteni ebben a példával, hogy ilyen idősen várattuk azt, hogy összecsomagoltuk a sok könyvet, mindent, és egy új életet kezdünk, mert azért mégis egy új élet. Ez is egy példa nekik, és aztán, ahogy mondtam, ahogy írtam is, hogy akkor többet tudunk idejönni, megismerik az országot, mert így jobban meg tudom nekik mutatni, és ez egy nagy dolog, tehát a folytatás meg lesz. Az, hogy ezt elhatározni és véghez vinni, azért nem könnyű, persze, hogy nem könnyű, mert az emberbe egy föl, hogy mondjam, egy kép, egy utcakép, és azt mondom, hogy most holnap nem mehetek ki a francia piacra. Nem baj, de azért fölkelek, és ma piac van? Igen, de hát nincs. De van Veszprémben. Ugye? És ezek a dolgok, amik hát mondjuk, de már múlt. És itt vagyunk, és itt vagyok, és itt vagyunk, és nyáron várom a gyerekeket, és ez szóval elkezdődik a munkra, és a folytatásra az írásnak. Ez olyan drámai fordulat, olyan megindítóan drámai fordulat az életedben valóban. Egészen meglepődtem. Előbb, amikor kimondtad a mondatot, hogy 30 nappal ezelőtt végleg hazatértél, könyszögött a szemembe. Szóval... Nádasdy Borbála az ember, akinek szerepe van. És itt nem a piroskára gondolok, hanem arra a szerepre, amit a magyarság életében töltesz be, és a könyveiddel. Döbbenetes életsors, elképesztő, hogy miken mentél keresztül, és még elképesztőbb, hogy milyen maradtál, milyenné lettél, milyen példát láttál otthon, a szüleid, a család részéről, a barátaid részéről, azok részéről, akik mindig kitartottak melletted, mellettetek. És úgy tudsz ezekről a dolgokról írni, szinte rezzenetlenül, de mégis fölcsap a sorokból. Hát például az oroszoknak, akik csak a pillanat és annak a spontán lehetőségeit ismerik, mint az állam. Hogy kilincs helyett inkább a fejszével verik be az ajtót, vagy az ablakot betörik, mert meg lehet tenni. És ezt, ahogy te ezt leírod, és mindennek a borzalmas történetsornak egyik legkeservesebb, megszenvedőit ti voltak. Személyedben, családodban, sokan mások, persze, emlékszem felsőperei szegény férfiak sorsára, akiket a disznókkal letettek föl, meg 56-ban is mesélted a műszaki egyetem előtt, hogy tankkal végigmentek a holttesteken legbiztosított fiatalok holttestén. Bocsáss meg, de szóval ez egy olyan dolog, hogy erről itt beszélhet. Ezt megírta. Szervezve, de megírta. Azt is, hogy itt nem megbocsátásról van szó, hanem arról, hogy nem felejteni. Ezt nem szabad elfelejteni, és ez a tudatodban vannak az életben az embernek privát is olyan törések néha, amit kihever, mert az élet olyan, de a seb, a heg megmarad. És ezek, hogy ez a heg miért jött. És például én főleg azokat a dolgokat nem felejtem el, amit a szüleimmel történtek. Például apámmal, aki egy jó ember volt. Az, hogy arisztokrata volt, hát nem tehetett róla, de azért dolgozott, mert Lepsényi birtokán ő gazdálkodott. És mindenki szerette. Vagy anyám, aki feláldozta a táncos karrierét, hogy félre ment apámhoz, egy nagy szerelem volt, mint szerelem gyermekei vagyunk az nővéremmel. És aztán őt miért büntették azért, mert ő polgári származású volt, de egy grófhoz ment férjhez. Miért büntettek ilyen egész buta módon, és haraggal, és gyűlölettel? Én mindig azt mondom, hogy
A bocsájtás nem éle tartozik, annak majd eljön egy nap, mikor erről be kell számolni, hogy nem jön meg. De azt, hogyha én szembenézek valakivel, és a múltját ismerem, és tudom, hogy ezt vagy azt csinálta, az íróasztal mögül gyilkolt, és azt tudom, hogy mikor és miért, akkor nem, akkor tudja azt, hogy én bennem, ez benne van, és én ezt nem felejtem, és mossa tisztára a lelkét egy nap, mert az embernek ezt meg kell csinálni. Ez nem csak egy múló pillanat, hanem egy egész élet, amit ugye keresztül megyünk, és meg kell, hogy az emberi értékét egy ember őrizze meg, ami az ő lelke. És ezt kell, hogy ki tisztítsa, és ki gyomlálja egy nap, és meg kell, hogy csinálja. Az, hogy a nehéz idők, igen, nehéz idők volt, de higgyék el, hogy most is néha nagyon nehéz idők járnak. Nagyon nehéz, és Franciaországban, hát ez volt a most már ami nagy gondunk, hogy például az unokáimat megóvjam olyan dolgoktól, ami vagy a fiaimat is, akik hát most már idős emberek, vagy felnőttek, lehet mondani, hogy ne higgyék azt, amit például Magyarországról a média mond, mert azért egy kicsit úgy, az ember nagyon kell vigyázni. És azt, hogy az ember ne folyton védekezzen, hanem éljen is. És én nagyon szeretem ezt az országot, mert gyönyörű, szép, de nincs tudatában, hogy milyen gazdag, hogy milyen szép. És nem védi meg, mert fél saját értékeit. A francia nem védi meg, mert fél. El van, elönti az a gyarmatok miatt szerzett rossz lelkiismeret, ami most elönti és elhatalmoskodik rajta, és nem bír úrrá lenni rajta. És ez nagyon nagy baj, és ez kisebbségi érzést is ad, és egy olyan nép, akinek mégis egy nagy kultúrája volt, hogy én mikor Franciaországba kerültem, már Párizs az tényleg, és az ország gyönyörű, szép, változatos, és a vidéki francia van, köztük nagyon emberséges és kétségbe eső. Hát ez nem szabad, hogy itt megtörténjen, és nem csak azért, hát hogyha már végigértük ezt a kommunizmust, ami volt, és végigértük, akkor most már meg legyünk bátrak, és mondjuk azt, hogy nem gyújtó beszédek, meg ilyesmi, hanem azon gondolkozunk el, hogy minden nap, ha felkelünk, lábra tudunk állni, hogy most csicseregnek a madarak, hogy egy mélyet tudunk szippantani, és neki tudunk menni a napnak, és ez nem kell most, hogy attól félünk, hogy megáll az autó, és elviszünk a börtönbe, vagy a házmester megmondja, hogy te mondjuk csirkéltettél, és akkor azt mélyre is elvisz. Az igazságtalanság, az is egy borzalmas, hogy embereket elítéltek azért, ami nem az. Ugye ezen túl kell jutni, és azt kell mondani, hogy igen, a családok szétvesztek, ez is egy nagyon-nagyon borzalmas dolog. Az, hogy elvették a kastélyokat, meg a kúriákat, ez is, szóval nem csináltak vele azt, amit kellett volna, most hatalmas pénzekbe kerül ezt megjavítani. Jó, ezek fizikai dolgok, de az, hogy családokat szétvesztek. Az enyémet szétverték, mikor 14 éves voltam, kitelepítettek bennünket, meg egyik az 56-ban mindenki elment. Ahogy mondtam, mi négyen voltunk. Apám, anyám, nővérem és én. Apám Németországban volt eltemetve, ott halt meg. Anyám hazaköltözött Magyarországra, mikor nyugdíjba ment. Nővérem Kanadába él, és én Franciaországba éltem. Ugye, ez négy ember, aki négy különböző országban él. Ha az apámnak a sírjára egy szár világot akartunk tenni, el kellett menni Németországba. Ezt én most megváltoztattam, mert én hazaköltöztem, vagyis hazajöttem, apám, anyám most itt van eltemetve, mert hazaköltöztük apámat is, édesanyám itt halt meg, tehát itt van Alsóperén eltemetve. Ők együtt vannak, ott, ahol Nászúton voltak, mikor fiatalok voltak Alsóperén, a Bakony erdőben. Ez nekem egy nagy megkönnyebbülés. Nádasdy Kornélnak szerte 15 országban. Minden 5 évben összejövünk, vele már nem beszél magyarul, csak vagy spanyolul, vagy angolul, vagy így. Azt mondtam, hogy ez sem mehet így.
Én nem tudom azt a latin amerikai gyereket magyarra tanítani, de tudok valamit csinálni. Ott, ahol valamikor, ott otthonuk volt, ott van egy kápolna. Nádasladányi templom, és Nádasladányi kastélyban, ott a parkban van egy kápolna. Oda tudok tenni egy márványtáblát, és rá tudom írni, hogy a Grófnál Mérti Ferenc, és felesége, a Gróf, és gyermeke, Nádasi Tamás, és felesége Venkály Mária, és utódaik, és akkor a keresztneveket oda tesszük, és ott van. Aki oda jár misére, vagy koncertre, vagy ide, azt mondja, hát ez egy emléktábla, ezeké volt az előtt. Jaj, én még ide jártam óvodába, háború után, vagy ez itt a TSZ iroda volt. A templomban nem. A templomban ott vannak ők, most már együtt. És ezek a dolgok, amik nagyon fontosak, hogy az ember megcsinálja, jó kedvel, erősen, és ezek azért az embereknek a lelkében nyomot hagynak valahogy, biztos vagyok benne, mert olyan emberek hívnak engem, hogy köszönjük, hogy és olyan embereket ismerek most meg, színészeket, értelmiségeket, gazda embereket, ott lenn Mencshelyen, akik segítenek, hogy hogy kell a szőlőt kezelni, miért kell ezt a szőlőt megtartani, miért nem vágod. Sokkal olcsóban jössz, jobb a bort veszel, most már minden. Rossz bort termelünk, de fröccsnek jó, de a szőlő ott van előttünk. És akkor azt mondja, hogy ezt mégis csinálja, akkor talán mi is ott van a föld előttük, ott van a lerobbant pincéjük, és akkor azt mondja, hogy akkor mégiscsak itt járom a vidéket, vagy falunapon, vagy ott vagyok, és akkor azt mondom, miért? Miért kell ezt itt hagyni? De ne panaszkodjon a kocsmába, mondani, hogy de borzasztó az élet, és minden ott a földet, ott van. Már csak az őseid miatt is, nem? Hogy álltunk hozzá háború után, több magunkra